hatállomásos tájolási program keretében elsőként Tordára látogatott el a Szabadkai Népszínház magyar társulata. A bánáti kisfaluba ritkán jutnak el a hivatásos színházak, ezért különleges eseménynek számított a Népszínház vendégjátéka a település életében. A Hippolita lakály című előadásra már 3 héttel ezelőtt az összes jegy elkelt. Ez azt bizonyítja, hogy a helyiek éheznek a kultúrára. Itt a Szabadkai Népszínházat előadásait, tehát nagy szerettel nézik a közönség, mindig nagy szerettel várják, és úgy gondolom azt, hogy azért egy kis településnek is, mint Torda, szüksége van az, hogy az amatőr színtársulatokon kívül a profi színtársulatokat is lássa, hisz itt Tordán is, tehát van egy nagyon műértékelő közönség, aki tehát szereti a kultúrát, tudja azt értékelni, és én gondolom azt, hogy tehát ezért is szükség van arra, hogy ilyen kis településre is. Független attól, hogy a feltételek éppen nem a legkedvezőbbek, hisz én is most megértem arról, hogy elég szűk ilyenkor a terem és a színpad is, de azért függetlenül tehát attól szükség van arra, hogy a profi színházak, a Szabadkai Népszínház, az Újvidéki Színház, a Kosztolányi Színház is eljusson tehát egy kis településre is. A magyar társulat kötelessége, hogy a lehetőségeihez mérten ellátogasson a magyar lakta falvakba. Ezzel a nemzettudat megőrzéséhez is hozzájárul, hangsúlyozta Mezei Zoltán társulatigazgató, akinek személyes kötődése is van Tordához. Annak idején az előadások majdnem fele tájon játszódott, tehát még a 70-es, 80-as években. Most nyilván erre nincs teljes kapacitás sem társulatbéli, sem anyagi, viszont az, hogy ez újraindult ez a program, tehát néhány évvel ezelőtt elindult, akkor pici szünet után most az MNT jóvoltából, a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából újraindult ez a program, ezt én nagyon fontos dolognak tartom, és tulajdonképpen így tud életben maradni a vidék, így tud életben maradni, így tudnak életben maradni művelődési házak. Tehát ez nekik is jó, a színházat is életben tartja, hiszen ez egy folyamatos kihívás, folyamatos mozgásban tartás. Nem egyszerű feladat, tehát sokszor a technikai körülményekhez alkalmazkodni, pontosabban a technikai körülmények hiányához alkalmazkodni, mint éppen itt is ez történik, ugye ez eddig tulajdonképpen a Hippolit szempontjából az a hely, ahova leginkább be kell gyömöszölnünk a díszletet, legtöbb kompromisszumot meg kell, hogy kössük, de én azt gondolom, hogy ez ezzel jár, ezt nekünk vállalni kell, és feladatunk révén igyekszünk ennek megfelelni. Tordán már nem először jár a társulat. Milyen a fogadtatás? Nagyon jó, nagyon szeretik a tordaiak a Népszínház magyar társulatát. Az elmúlt évben, azt hiszem, ez a harmadik itt létünk, az elmúlt néhány évben. Azelőtt egy elég nagy szünet volt, tehát azelőtt nem nagyon járt a Népszínház Tordán. Annál is inkább, mert nekem egy személyes kötődésem van, tehát én tordai születésű vagyok, és egyrészt a személyes ismerettség is belesegít ebbe. Ilyenkor megmondom őszintén, bennem igen nagy a feszültség, mert tehát át kell variálni néhány jelenetet, és ezért csak az ember szeretné azt a formát hozni, amit otthon igyekszik. De kíváncsi vagyok, hogy itt a tordai közönség hogy fog erre reagálni. Remélem, hogy mindenféle változtatás ellenére is jól fog sikerülni, és hogy szeretni fogják. Ez most kiderül. Mindig nagyon örülnek, és mindig, és pláne most a Hippolit alkalmából, vagy a Hippolit okán, mikor bárhol játszunk, ez ilyen fergeteges siker mindenhol. És már így szájhagyomány útján elterjedt ez az elmúlt 2 hónap, szerintem Vajdaság szerint, hogy a Hippolit milyen előadás, és mindenhova ezt hívják. Már egy picit pici a színpad, de azért jövünk mindig így előbb, hogy egy kicsit átalakítsuk a dolgokat, amik nem férnek, ami Szabadkán máshogy funkcionál. Mondjuk a személy szerint nekem ez az utazás, az utazások azért jók, mert hogyha otthon lennék, akkor biztos, hogy dolgoznék valamit. Szóval muszáj lenne dolgoznom valamit, és akkor ilyenkor mindig azt csinálom, hogy 2-kor vasútállomás előtt az indulás van, bemegyek a buszba és alszok. Most például 2,5 óra hosszát aludtam a buszba, és szerintem előre 1 hónappal kialudtam most magam, mivel hogy messzebb vagyunk Szabadkától, mint általában. Úgyhogy nekem ez így most jó volt. Úgyhogy most kezdtem, megittem egy kávét, és szépen készülök az előadásra, most megyek sminkelni, és szerintem itt is fergeteges siker lesz, és nagyon jó a vendéglátás.
A bánáti kisfaluban osztatlan sikert aratott a Hippolita lakály című előadás, a közönség állva tapsolt. A tordaiak, mint mondják, minden művelődési rendezvényre ellátogatnak, ami a faluban történik. A Népszínház vendégszereplését pedig szinte ünnepként tartják számon. Váljunk el szép csendben, mint két jó barát. Köszönöm, hogy imád, hogy jár. Vigyázzon, de ne küldjön, mi rád. Mi nagyon szeressük a színházat, meg örültünk, mikor meghallottuk, hogy Szabadkáról jönnek a szín darabot előadni, a kicsit komolyabb színészek, és akkor ennek igazán örülünk, hogy hát ők ide tudtak eljönni, mert biztos, hogy ebbe egy kis segítség is kellett, hogy az utat fizesse valaki nekik, vagy hozzájáruljon valamelyik szervezet ahhoz, hogy ide eljöhessenek. Nagyon vártuk, néhányszor néztem a tévébe filmet, és már alig vártuk, hogy jöjjenek. Sajnáltuk, a múlt héten elmaradt, de hát majd most bepótolják. Biztos, hogy szép lesz, és hát várjuk, bármivel jönnek, nem csak ez a Hippolita lakály, hanem bármilyen darabbal. Valamikor nagyon sok darabot láttunk, de hát az most már kevés van, mert ugye az amatőr csoportokat nagyon nehéz összeszedni. Falun nem szívesen csinálja senki, időszűke, meg stb. Erre hivatkozva, ugye ezt szeretik a tordaiak. Hát itt most sok az ilyen népdallok, meg szavalatok, meg népi táncok, ezekből van itt legtöbb, és hát azt nézzük, ami van. Minden színdarabot szeretünk vasárnaponként, hogy innek megnézni mindent. Akár melyik faluból jönnek, úgy mondom, vagy a városból. Itt meg a Zoli, az unokaöcsém, az Ei Zoli, hát így minden áron gyűjtünk. Milyen gyakran jut el önökhöz a színház, Népszínház konkrétan? Az ritkán, hogy így a környező falvakban jönnek ezekre. Ezek, meg a tordai iskola, amennyit szerepel, az megnézzük mindig a diákokat. Nekünk is voltak gyerekeink, most már felnőttek, nem egész felnőttek, de hát most már nem játszanak, vidékön járnak iskolába. Ezt nem kerül sorolni az itthoni szereplésre. Ez a kis színdarab, vagy a színelőadások, a templom, ilyesmi, semmi más nincs itt, nem sok. Nagyon el van fogyva a falunk. A Szabadkai Népszínház a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával 6 olyan magyar lakta településre látogat el, ahol a közönség ritkán láthat hivatásos színházi előadást.